Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. A parlamenti részvétel vagy távolmaradás kérdéséről egyeztet az ellenzék. Az LMP szerint nevetséges a bojkott. A számvevőszék szerint a tanárok döntő részének van megtakarítása. Az ÁSZA felmérést a sztrájk idején készítette. És drasztikusan nőtt a vasúti balesetek száma. Áprilisig majdnem annyian haltak meg, mint tavaly egész évben. Pártelnöki egyeztetést akar Hatházi Ákos és a Momentum a parlamenti alakuló ülés bojkottjáról. A képviselő a Momentumos frakció társaival együtt kihagyja a parlamenti esütételt. Az LMP nevetségesnek tartja ezt a bojkottot. Egy gombos tűt sem lehetett leejteni a 2018-as országgyűlési választás utáni parlamenti eskütételen. Fogadom. Akkor csak Hatházi Ákos hiányzott az ülésteremből, ő utólag tette le az esküjét. Idén is bojkotra készül a képviselő, ezúttal 10 momentumos politikus társa is csatlakozik hozzá. A parlament alakuló ülését bojkottálni fogjuk. Azt az ülést, ami el fogják majd mondani, hogy ez egy fair választás volt. Ez így ebben a formában nem igaz. Levélben egyeztetést kezdeményeztek az ellenzéki pártokkal, azokról a javaslatokról tárgyalnának, amelyekkel szerintük el lehet kerülni, hogy a mandátumok felvétele után, ahogy ők fogalmaztak, díszletellenzékként legitimálják a Fidesz hatalmát. Nagyon remélem, hogy a többi párt követni fogja ennek a példáját. Az LMP frakció tagjai biztosan nem. Ungár Péter nevetségesnek nevezte a felvetést. Úgy fogalmazott Facebook oldalán, az ellenzék korlátozott lehetőségeinek a megoldását nem a további önkorlátozásban látják. És ha most lemondasz az eszközeidről, akkor eszköz nélkül maradt, és legközelebb még jobban megvernek. Ezt még szombaton mondta Gyurcsány Ferenc. Interjút nem akart adni a DK témában, úgy, ahogyan az MSZP és a Jobbik sem. A DK írásban azt közölte, a pártok frakciói közös egyeztető fórumot tartanak fenn, amely a héten is ülésezik. Az ott meghozott közös döntést fogják majd képviselni. Az MSZP úgy reagált, nagy valószínűséggel be fognak ülni a parlamentbe és az alakulőülésre, de még egyeztetnek az ellenzéki pártokkal. A Jobbik is kivár, ha a Momentum részletes és véglegesnek tekinthető álláspontját megismerték, akkor tudnak érdemben válaszolni. A politikai elemzők véleménye megoszlik arról, hogy az alakulőülés bojkottja szimpatikusa a választóknak. Nem arra kíváncsiak, hogy miért lehetetlenül el szerintük az ellenzéki politikusoknak a munkája, hanem arra, hogy valódi megoldásokat adjanak, vagy legalábbis ajánljanak, nyilván az ellenzék adta lehetőséget, vagy az ellenzék adta keretek között, azokra a problémákra, amik sújtják az országot. Az utóbbi 4 vagy akár 12 éves tevékenységükre is nemet mondtak. Most, hogyha valamit nem újítanak, akkor jó esélye 4 évvel is hasonló sorsra juthatnak, ezért mindenféleképpen mindenfajta újítás, innováció az fontos tud lenni. Az új parlamentnek a választást követő 30 napon belül kell megalakulnia. Az eskütételt várhatóan április végén, május elején tartják. Az új kormány május végén állhat fel. A Nemzeti Választási Bizottság után a kúria is úgy döntött, hogy elutasítja az elégedett erdélyi szavazólapok ügyét. A kúria honlapján megjelent végzés szerint a Momentum által benyújtott felülvizsgálati kérelem megalapozatlan. Ezzel helyben hagyták a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. A testület korábban úgy döntött, a választási törvény területi hatája csak Magyarország területére terjed ki, és az erdélyi szavazólapok égetése és kidobása nem Magyarország területén történt. Az NVB azt is megállapította, hogy hatáskör hiányában nem vizsgálhatja az ismeretlen személyek Románia területén kifejtett tevékenységét. A kúria által hozott végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A Mi Hazánk mozgalom politikai tömbök mentén osztaná el a parlamenti tisztségeket. Az elnök Torockai László ezt Egyenes Beszéd című tegnap esti műsorunkban mondta, és hozzátette, szerintük 3 lista, 3 politikai erő jutott a parlamentbe, így 3 frakciónak kellene alakulnia. A Mi Hazánk kéri a szavazatok újraszámlálását is. Úgy vélik, a 7. mandátumuk 160 szavazaton múlik. Minden létező jogorvoslati lehetőséget szeretnénk kimeríteni, de még egyszer mondom, rendszer szintű csalásról nem beszélhetünk. Tehát azt most is el tudom mondani, hogy 2 napja keresünk, ugye nekünk 160 ember szavazatán múlik még egy mandátum. Tehát mi aztán tényleg most mindent megteszünk azért, hogy találjunk eltéréseket. A
Az ukrán elnök szerint Moszkvában mosolyogva fogadnak minden olyan új szankciócsomagot, amely nem érinti az olajat, írja a Telex. Volodymyr Zelenszky tegnap este közzétett beszédében köszönetet mondott az Ukrajnát támogató országoknak, melyek megfogalmazása szerint nem alkudoztak, amikor életek múltak a segítséggel. Arról is beszámolt, hogy az oroszok nagyon sok aknát, illetve fel nem robbant lőszert hagytak hátra maguk után Kijev környékén, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy minél több embert megsebesítsenek. Zelenszky ismét hangoztatta, hogy Ukrajnának több fegyverre lenne szüksége a védekezéshez. Beszélt arról is, hogy a Kreml vegyi fegyverek bevetését tervezheti Mariupolnál. A sajtóban korábban megjelent, hogy az orosz hadsereg már fel is használt valamilyen könnygázkeveréket. Az erről szóló híreket vizsgálják, de egyelőre sem amerikai, sem brit katonai források nem erősítették meg ezeket az információkat. Szakértők szerint az ukrán erők a következő napokban ellentámadásba lendülhetnek Hersonnál. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra számít, hogy a harcok fokozódnak a Donyec-medence régiójában. Elkezdték eltakarítani a romokat az ostromlott ukrán kikötő városban Mariupolban. Az itt hetekig tartó heves harcok idején ezrek kényszerültek arra, hogy pincékben húzzák meg magukat ivóvíz, étel vagy áram nélkül. A helyi polgármester szerint az egykoron 400 ezer lakosú városban mostanra 170 ezeren maradhattak. Ezek az emberek humanitárius segítségért állnak sorban. Most a város közepén vagyunk, szó szerint pár kereszteződésnyire még mindig folynak a katonai hadműveletek, úgyhogy még mindig veszélyes itt lenni. De azért választottuk ezt a helyszínt, mert itt vagyunk a leginkább védve, mondta a helyi önkormányzat egyik tagja. Közben újabb szankciók bevezetéséről tárgyalnak az Európai Uniós tagállamok külügyminiszterei Luxemburgban. Az új javaslatok szerint olajembargót vezetne be az Unió Oroszországgal szemben. A német külügyminiszter szerint pedig összehangolt tervre van szükség az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagok teljes kivonására az Unió területéről. A német szövetségi kormány már világossá tette, hogy teljesen leépítjük a fosszilis üzemanyagok használatát a szénnel kezdődően, majd az olajra és a földgázra is ezt kiterjesztjük, jelentette ki a zöld párti külügyminiszter még a tárgyalások előtt. Eközben Németországban több százan gyűltek össze az utcákon, hogy tiltakozzanak az orosz ajkú lakosságot érintő diszkrimináció ellen. Szörnyű dolog a háború, és a helyzetet tovább rontja, hogy a nyugati országok ezt csak tovább támogatják azzal, hogy tankokat, tüzérséget, lőszereket küldenek ahelyett, hogy humanitárius segítséget nyújtanának. Mondta ez az oroszajkú férfi, aki elmondta, családjával együtt diszkriminációt tapasztalt annak ellenére, hogy már 20 éve él Németországban. Hannoverben viszont az ukrajna párti ellentüntetők vonultak az utcákra, így tiltakoztak az orosz agresszió ellen. Látjuk a következményét azoknak a szörnyű és embertelen cselekedeteknek, amikről korábban azt gondoltuk, hogy elképzelhetetlenek lennének a 21. századi Európában. Ezt Szijjártó Péter mondta Luxemburgban az uniós külügyminiszterek tanácsülése után. A miniszter úgy fogalmazott, Magyarország is sürgeti a gyors nemzetközi vizsgálatot, hogy kiderüljön, mi történt akár Bucsánál, akár más ukrajnai településeken. Szijjártó Péter Oroszország és Putyin nevét nem ejtette ki, de azt mondta, mindazokat, akik felelősek ezekért a szörnyű tettekért, meg kell büntetni. Visszautasítjuk azokat a felháborító fake news kampányokat, amelyek ezt a magyar pozíciót nem csak hogy megkérdőjelezték, hanem abszolút hazug színben tüntették fel az elmúlt napokban. Sajnos több ilyen fake news a szomszédunkból indult útjára. Az Európai Unió külügyekért felelős vezetője szerint Magyarország is részt vesz Ukrajna fegyverellátásában azzal, hogy befizeti a részét. Josep Borrell a külügyminiszterek tanácskozása után azt mondta, az ülésen nem született döntés az orosz kőolaj és gázimport szankcionálásáról. Jó lehet, a szankciók bevezetésének lehetősége szerepel a lehetőségek között. Azt is elmondta, hogy a tagállamok egyhangulag döntöttek az Ukrajnának szánt fegyverszállításról. Magyarország ugyan nem engedi át területén a fegyverszállítmányokat közvetlenül Ukrajnába, de a saját részét befizeti, tehát részt vesz Ukrajna fegyverellátásában, tette hozzá a politikus. Az utóbbi hetekhez képest megélénkült az Ukrajna felől Magyarországra érkezők forgalma, a hétvégén több mint 20 000 menekültet regisztráltak.
az érkezők fele nem közvetlenül Ukrajnából jön, hanem valamelyik román határátkelőn lép magyar területre. Ma már alig voltak a tiszabecsi határátkelőn kialakított segélyhelyen. 10 embert regisztráltak itt, de a hétvégén ennek többszöröse fordult meg ugyanitt. Ráadásul az itt segítkezők azt mondják, hogy sokan nem is kérnek itt segítséget. Amit mi nem látunk, a gépjárművel érkezők, és azok a személyek, akik megjelennek az iskola udvara előtt, és saját fuvarjuk van. Valamilyen utomódon Facebookon, bármint mi ezt halljuk, hirdetik a... Tehát nem tudjuk, hogy ki viszi el őket. Ismerősök, barátok. A tiszabecsi kempingben a háború kirobbanása óta ingyen szállhatnak meg a menekültek. Van úgy, hogy csak egy-két napra, egy-két hétre, 3-4 napra fürdeni, megpihenni és útra kelnek. Ha munkájuk akad, akkor mennek tovább mi mindenbe, amiben tudjuk, segítjük őket. A segítők szerint a már korábban elmenekült ukránok egyre szervezettebben támogatják azokat, akik csak most érkeznek. Őket sok esetben várják autók, amelyek tovább viszik őket rokonaikhoz, ismerőseikhez. Katarina Odesszából érkezett, ahol már elviselhetetlenek voltak a robbanások számukra. Egyre többször bombázták a környéket, mondja Katerina. A közelünkben volt egy katonai létesítmény, azt támadhatták. Olaszországban rokonokhoz fogunk tovább menni. A szüleim, a férjem, az ő szülei otthon maradtak. Egyre többen vannak, akik az érkezésük után azonnal tovább indulnak, de főleg a családosok azok, akik egy-két napot pihennek, mielőtt folytatják az útjukat. Az érkezők ellátására annyi adomány érkezett, hogy abból már jutott a határon túlra is. Már szállítottunk ki Kárpátaljára is belőle az adományokból, az itteni ellátásba is besegített. De azóta én úgy tudom, meg úgy gondolom, hogy nem jönnek annyian, nem hoznak annyian, de biztos, hogyha problémásabb lenne a helyzet, akkor megint összefogna Magyarország, és hoznának rengeteg mindent. A helyiek szerint a hétvégén mindig erősebb a forgalom, ami a hétköznapokra jelentősen visszaesik. A szakemberek szerint a határ másik oldalán, Kárpátalján több százezer ember várja a háború végét. Több mint 26 ezer tünetmentes koronavírus fertőzöttet azonosítottak Kínában. Shanghaiban 900 fertőzöttet regisztráltak. A városban megkezdődött a szigorú lezárások enyhítése, de csak azokban a körzetekben, ahol két hétig nem találtak új fertőzöttet. A 25 milliós metropoliszban egyre nagyobb nyomás nehezedik a helyi hatóságokra az elhúzódó lezárások miatt, mivel voltak, akik nem jutottak elérendő élelemhez és gyógyszerekhez. Kínában továbbra is a zéró tolerancia politikája van érvényben a koronavírus járvány kezelése kapcsán. Itthon a tanárok 86%-a rendelkezik megtakarítással, ez derül ki az állami számvevőszék felméréséből. A kutatásban résztvevők többsége 50 év feletti volt. A szakszervezetek szerint a felmérés a társadalom becsapása, és nem derül ki belőle, hogy kivállal másodállást is azért, hogy félre tudjon tenni. Az állami számvevőszék híradóknak azt írta, a felmérés a tanárok pénzügyi motivációinak feltárására irányult, és nem az anyagi helyzetüket vizsgálta. Márciusban több ezren tüntettek a tanárok mellett, akkor már 3 napja tartott a pedagógusok országos munkabeszüntetése, amelynek egyik oka az alacsony fizetés. Az emiatt kialakult munkaerő hiány következtében ti többet dolgoztatok, kevesebb fizetésért. A KSH adatai szerint egy általános iskolai tanár átlag keresete tavaly a 30-39 éves korcsoportban bruttó 322.959 forint, középiskolai tanár esetében 387.328 forint, egy gyógypedagógusnál pedig 314.772 forint. Az állami számvevőszék készített a pedagógusok pénzügyi kultúrájáról egy beszámolót, amelyet a Népszava vett észre. Ebben az áll, hogy a megkérdezettek 86%-ának van megtakarítása, 75% pedig minden hónapban félre tud tenni. A lap azt írja, a felmérés készítői nem tagadják, hogy az eredményből nem lehet általános következtetést levonni, mivel a válaszadók egy része alacsony fizetésről számolt be. 752 pedagógust kérdeztek meg, akik közül 705-en adtak érvényes válaszokat. A kitöltők több mint fele 50 év feletti volt. Felülreprezentáltak az idősebb korosztály. A PS alelnöke szerint ők éppen azok, akik viszonylag magasabb fizetést kapnak. Egy pályakezdő fiatal, vagy egy 14 éve pályán lévő tanítónő, aki a gyermekét egyedül neveli, az viszont a létminimum alatt él. Tehát a kettő azért nincs köszönő viszonyban. A másik szakszervezet szerint nem lehet tudni, hogy akinek van megtakarítása, annak a pedagógus bérből vagy másodállásból van-e.
ha például egy család megtakarításáról beszélünk, ahol a másik fél netalántán nem pedagógus munkakörben dolgozik, akkor ez már elképzelhető. A portfólió elemzője hiányolja a felmérésből a fiatalokat. Akik a garantált bérminimumon keresnek, gyakorlatilag azok a tanárok, és igazából csak nagyon nehezen tudják elkezdeni az életüket, hiszen azért látható, hogy az áremelkedések, illetve az albérletáraknak a drasztikus emelkedése, az ennek a fizetésnek a döntő többségét elviszi. Az állami szemvevőszék híradónak azt írtam, több egyetemmel és alapítvánnyal közösen végezték a kutatást, amely a különböző szakon végzett pedagógusok pénzügyi ismereteinek, viselkedésének és motivációinak feltárására irányult, és nem a tanárok anyagi helyzetét vizsgálta. Egyesítette portfólióját a 4iG az Antenna Hungáriával létrejött Magyarország második legnagyobb távközlési vállalatcsoportja, amely a régió mobil, vezetékes, hang, internet és televíziós műsorszolgáltatási piacán is meghatározó eszközölt a cég az MT-vel. A kormány korábban rendelettel tette lehetővé a cég tulajdonszerzését az Antenna Hungáriában, közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítve az üzletet. Nagykanizsán már hetek óta tudni vélik, hogy bajba került a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Tungsram helyi gyára. Pár napja pedig a cég elnök vezérigazgatója nyilvánosan fordult a kormányhoz, hogy ha nem kapnak állami támogatást, akkor több mint 1000 ember munkája kerülhet veszélybe. 2019. januárjában készültek ezek a felvételek, amikor a kormány nevében Szijjártó Péter külügyminiszter írt alá stratégiai megállapodást a Tungsrammal. Ezt azt követően lépték meg, hogy a korábbi tulajdonostól új kézbe került a vállalat, amely a cég nevét is visszaváltoztatta az eredeti Tungsram névre. Tavaly esztendő egyik kifejezetten fontos gazdasági eseménye volt a 123 éves magyar márka, a Tungsram újra éledése. Tungsram esetében a harmadik legnagyobb magánkézben lévő magyar vállalatról beszélünk, ezért is egyértelmű, hogy a magyar kormány stratégiai megállapodást kötött a vállalattal. A gyártás azonban nem úgy alakult, ahogy azt 3 éve tervezték. Ennek egyik oka lehet, hogy olyan termékeket gyártanak, amelyekre egyre kisebb a kereslet. A szakszervezetek többször is jelezték, hogy a cég vezetése más vállalatokhoz hasonlóan kérjen segítséget az államtól. Ezt a cég vezérigazgatója a múlt hét elején tette meg a nyilvánosságon keresztül. Nehéz helyzetbe kerülhetünk, nehéz helyzetbe kerülhet meg családok, Nagykanizsa városa is, és hát itt a környék is, mert azért nagyon sokan dolgoznak még nem csak Nagykanizsán, hanem a környékről is a Tungsramba. Azt, hogy a cég bajban van, jól jelzi, hogy a nagykanizsai mellett több más telephelyen is kényszerszabadságra küldték a dolgozókat. Ez alatt az egy hét alatt próbálnak piacot találni. Nagykanizsán több mint 1000 ember munkahelye kerülhet veszélybe, ha nem sikerül megoldani a helyzetet. A lényeg azonban, hogy segítenünk kell a Tungsramnak ahhoz, hogy a jelenleg ott foglalkoztatott kb. 1200 embernek a munkahelye, vagy nagy részének a munkahelye legalább megmeneküljön, megmaradjon. Ez a létszámleépítés, ez nem csak Nagykanizsát, hanem egész Dél-Zalát sújtani fogja. Kérdésünkre az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt közölte, a kormány számára valamennyi vállalkozás fontos, ezért vizsgálja, hogyan tud segítséget nyújtani a Tungsram számára, annak érdekében, hogy a cég működése továbbra is biztosított legyen. Traktor hajtott egy motorvonat elé a Békés megyei Nagyszénás közelében. Az András kereszttel ellátott vasúti átjáróban a traktoros figyelmen kívül hagyta a stop táblát és összeütközött a Szarvas felé tartó vonattal. Úgy tudjuk, hogy a szerelvények kevesen utaztak, közülük nem sérült meg senki, és a traktor vezetője is megúszta a balesetet. Vasútbiztonsági kampányt indít a MÁV, ugyanis drasztikusan emelkedett a vasúti átjárókban történt balesetek száma. Idén áprilisig közel annyian vesztették életüket ilyen tragédiákban, mint tavaly egész évben. A vasúttársaság egyebek között sokkoló fotókkal igyekszik felhívni a figyelmet a szabálykövető magatartás fontosságára. Ez az autó megállt a vasúti sorompó előtt, 2022-ben azonban többen mellőzték ezt a szabályt, ugyanis drasztikusan megemelkedett a vasúti balesetek száma. 31 történt eddig idén, és 16-an vesztették életüket, egyel kevesebben, mint 2021-ben. Közülük 5-en a múlt heti mindszenti tragédiában haltak meg. Óriás plakátokat helyezünk el a vasúti átjárók mellett, amit itt mögöttem is lehet látni, illetve a mav.hu/érhaza oldalon olyan információkat és adott esetben sokkoló fotókat osztunk meg ezekről a balesetekről,
amelyekkel próbáljuk elrettenteni és a figyelmet felhívni a honlapot felkeresőknek, hogy mivel jár egy ilyen baleset. A rendőrség szerint a balesetek leggyakoribb oka a figyelmetlenség, de volt olyan eset is, amikor így akart valaki véget vetni az életének. Ahhoz, hogy egy vasúti átjáróban ne történjen elütés vagy ütközés, azért egyedül a közúti közlekedésben résztvevő, aki eséllyel rendelkezik, hogy ez ellen tegyen a vonat vezetője, az ki van téve annak, hogyha elélépnek, akkor gázolni fog. Molnár Péter 20 éve mozdonyvezető, eddig 6 vasúti átjáróban történt balesete volt, minden esetben elé hajtottak az autósok. Felkészülni nem lehet rá, elfogadni el lehet. Sajnos a testi épségünk is ki van téve ilyen gázolásnál és esetleges traumának. Próbálunk odafigyelni a közúton, esetleg hangjelzéssel jelezni, hogy jövünk, érkezünk. Nagyon sokszor sajnos ez sem elég. Az ügyészség szerint sok baleset ügyében nem történik vádemelés, ugyanis a balesetet okozó sofőrök nem élik túl az ütközést. Hozzátette, a közlekedés bűncselekményekkel kapcsolatban új sorozatot indítottak. Azokról a közlekedéssel kapcsolatos helyzetekről szól ez a pár film, amely a leggyakoribbak, vagy valamilyen szempontból kiemelt fontosságúak. Az első film mindjárt részben a vasúti közlekedés biztonságáról, részben pedig a közutak biztonságáról szól. A MÁV vezetői szeretnék, ha szigorúbban büntetnék például a sorompórongálást, hogy visszatartsa azokat, akik veszélyeztetik a közúti és a vasúti közlekedés biztonságát. Híradunk után hamarosan kezdjük a ma reggel is tartott, ma Lampi Ági valakitől mindjárt megtudjuk, mik lesznek az első témák. Szervusz Ági! Szervusz Tamás, jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket is. Az első beszélgetés Kanász Nagy Máté társelnökkel lesz, az LMP társelnökével lesz, és ahogy a híradóban ti is beszámoltatok róla, mindenképp szó lesz arról, hogy bejelentették, hogy ők bizony ott lesznek a parlament alakulésén szemben a Momentummal. Ugye Unger Péter, az LMP politikusa úgy fogalmaz, hogy nevetséges az ötlet, úgyhogy meg fogom majd kérdezni Kanász Nagy Mátét, hogy miért gondolja, hogy nevetséges ez az ötlet, és természetesen értékeljük majd még egy picit a választási eredményeket is. Aztán utána itt lesz Víg Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója, mert hogy közös közleményben reagált egyébként 13 civil szervezet arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság megbírságolta őket, amiért ugye érvénytelen szavazásra buzdítottak a választásokkal kapcsolatban, hogy ebből mi következik, és hogy mire számítanak, mit szeretnének elérni, arról majd te fogsz vele, Tamás, beszélgetni. Aztán utána újabb politikai beszélgetés következik, mert hogy itt lesz Tordai Bence, ugye ő a Párbeszéd politikusa. Vele is természetesen szó lesz arról, hogy vajon mi a párt álláspontja azzal kapcsolatban, hogy ők elmennek-e például az alakuló ülésre, ezzel kapcsolatban a Párbeszéd eddig még nem nyilatkozott, és természetesen arról is beszélgetek majd vele, hogy ő lesz-e Karácsony Gergely utóda, mert hogy Karácsony Gergely bejelentette, hogy nem szeretne társelnöke lenni a Párbeszédnek, Tordai Bencét ajánlotta maga helyett, ő egyelőre még nem reagált, azt mondta, hogy átgondolja a felkérést, és utána szó lesz még a nyugdíjakról is, itt lesz Farkas András nyugdíj szakértő is, mert hogy kiemelkedően magas a nyugdíjas infláció, és arról is szó lesz, hogy az a plusz juttatás, amit a nyugdíjasok korábban egyébként a kampányban is kaptak, ez mire lesz elegendő, ha az inflációval összehasonlításban nézzük. És még egy témát ajánlok a nézők figyelmébe. Rövidesen itt a nyár, és a szülőknek el kell gondolkozni azon, hogy milyen táborba küldik a gyerekek. Nos, ezzel kapcsolatban aztán lesz kérdés bőven. Árak, kínálat, ez mind-mind szóba kerül a mai műsorban, úgyhogy izgalmas lesz. Köszönöm szépen, Ági, annyira izgalmas, hogy én is átmegyek mindjárt, hogy közelről láthassam az eseményeket, és beszélgethessek az említett szereplőkkel. Tehát hamarosan start, aztán közben 7 órakor még friss híradó is lesz, egészen 8:30-ig maradjanak velünk, utána pedig 8:55-kor még egy híradóval zárjuk a ma reggeli programot. Szép napot, nézzék az ATV-t!